Folytatjuk már is a mai témát, és néhány perccel ezelőtt ugye arról beszélgettünk, hogy Karácsony Gergely összehasonlította Bulgária Szófiában novemberi piaci gázárakat, illetve a budapesti gázárakat, és ugye elég jelentős a különbség, arról beszélgettünk, hogy ez valóban így helyesek-e ezek az árak, és csak még egy idézet tőle, azt is írta, hogy a megemelt villanyszámlát sem azért kell fizetni, mert hogy a paksi atomerőmű hirtelen elkezdett volna drágábban termelni, és itt is mondott, vagy írt két árat, Budapestnek 462 forintot kell fizetni, miközben Paks nagyjából 12 forint per kilovattóra áron termeli az áramot, ugye ezt is még tegyünk hozzá. Úgyhogy sokaknak számára ez a kérdés, hogy hogy jönnek ezek a számok össze, hogy tényleg ekkora különbség van, és miért? Ja, azért nem látjuk pontosan át ezt a helyzetet, vagy nem látható át a helyzet, mert nyilvánvaló, hogy a korábbi rezsi hazugság lelepleződött. Emögött ott van, hogy az olcsó gáz hazugsága is nyilvánvaló, mert akkor nem adnák drágábban, hogyha olcsóbban lehetne venni. Mondjuk egy példát. Tegnapi napon volt nálunk Újpesten egy az orvosi rendelők, a házi orvosok rendelővel kapcsolatos beszélgetés, ahol egy átlagos 60 négyzetméteres rendelőnek az eddigi éves 240 ezer forintos rezsi költsége, most itt a távfűtés mondom elsősorban, az fölmegy évi 4 millió forintra. Tehát ez a különbség a kettő között, és mivel eddig az embereket becsapták, most nyilvánvaló, hogy természetesen tegyük hozzá, hogy a piaci viszonyok is változtak annyiban, hogy azok is hozzájárulnak ehhez, de a tény az, hogy a rezsi hazugság bebizonyosodott, és ennek Orbán Viktor gazdaságpolitikájának következményeit fizettetik most meg. Folytassuk is az önkormányzatokkal, mert hogy tényleg nagyon sok hírt hallani arról, hogy hogyan, milyen formában próbálnak majd meg spórolni az önkormányzatok. Nézzük! ezerhatszáz forintos áron kapja a gázt Debrecen városa köbméterenként, az elektromos energia beszerzése még folyamatban van. A város polgármestere azt mondta, hogy ha nem lépnének, akkor jövőre 10 milliárd forinttal kellene többet fizetni, mint idén. Az elmúlt évek eredményei nélkül nagyon-nagyon nehéz helyzetben lennénk, de természetesen a költségnövekedés mértékére tekintettel mi sem tudjuk azt megtenni, hogy komoly intézkedések ne történjenek annak érdekében, hogy a költségvetés 23-as stabilitása az fenntartható legyen. Ez pedig már a Baranya megyei hidas. A falu most kapta meg a gázszolgáltatásra az ajánlatot, amely szerint 32-szeresére emelkedik az ára mostanihoz képest. Kaptunk ígéretet, hogy jövő héten majd közös reményeink szerint kapunk egy jobb árajánlatot, és hát várjuk, hogy az mi lesz, de hogyha az 15-szöröse lesz, az is nagyon-nagyon megviseli az önkormányzatot. Itt már korábban bezárták a művelődési házat, pénteken a hivatalban szünetel az ügyintézés, az adventi vásár elmarad, és több intézkedést hoztak, hogy spóroljanak, de ekkora számlát nem tudnak kifizetni. Hát és bőven sorolhatnánk még ezeket az intézkedéseket. Például csak két példa, még Tatabányán például 4 napos munkahetet vezetnek be, ugye ez is egy megoldás a Városházán, meg azt is jöttek, hogy kicsavarnak minden második villanykörtét például, és ami megmarad, azt is ugye energiatakarékosabb próbálják meg lecserélni, de hát ugyanezt hallani Pécsről, számtalan más városból, egyébként attól függetlenül, hogy fideszes vagy nem fideszes a város vezetése. Ezek a spórolási technikák mennyire lesznek elegendők? Mire lesznek elegendők? Ez gyakorlatilag olyan, mint otthon az ember a lakásban, és megpróbál spórolni. A kormány előírta a saját intézményeinek a 25%-os megtakarítást. Nem tudom, hogy meg tudja-e csinálni, hiszen nem lehet 18 fokba ültetni dolgozó embereket, tehát azért vannak ennek fizikai és egészségügyi és közbiztonsági korláta is, láss például az éjszakai közvilágítás, de mondjuk a 25%-ot, ha komoly intézménybezárások vannak, már pedig most már színházak, nálunk is a művelődési központ be fog zárni november 1-től, ott vannak nagy megspórolások, mert az a gáz nem kell kifizetni, amit nem használunk el, akkor sem tudnak az önkormányzatok 20-25%-nál többet teljesíteni, tehát elmennek a falig. És ez azoknak a költségeknek csak töredék része, amiket a nyakunkba vágnak. Én azt nem értem,
azt nem értem, hogy az NDM, az állami tulajdonú NDM, miért ad az egyiknek 25-szörös árat, miért ad a másiknak 18-szorosat, miért ad a másiknak 12-szereset, miért nem lehet az önkormányzatoknak, amik intézményeket üzemeltetnek, gyerekeket a bölcsődébe, óvodába, időseket az idős otthonba, rendelőintézeteket fűtenek, miért nem lehet egy árat megadni biztosan, és azt mondani, hogy ebből igényelheted le azt, amire szükséged van, ez pillanatok alatt jogszabályi hátteret össze lehetne hozzárakni, és akkor a többit meglátjuk, hogy hogy tudod kigazdálkodni. Ez a kiszolgáltatottság, ez borzasztó rossz érzés, és higgyél el, én 3 hónapja ezzel ébredek, és ezzel fekszem. Emberekkel beszélgetek, munkatársaimmal, hogy hogy tudjuk túlélni, és nem tudom azt, hogy most a Balla György miniszteri biztos által rendezett beszélgetésen, amire mi november 2-ára vagyunk meghívva, de már volt Hódmezővásárhely, volt Tatabánya, érdeklődtem a polgármestereknek, hogy mit mondanak, hogy mit fognak mondani, de azzal kezdik, semmire nem vagyunk felhatalmazva, akkor minek megyünk be? Semmire nem vagyunk felhatalmazva. Beküldtünk elképesztő sok adatot, 3 éves kitekintésben, múltra, jövőre, stb., ami egyébként tele van bizonytalanságban, hogy ki tudja megmondani, hogy a távhőára januárban mennyi lesz. Tehát ezeket elküldtük, dolgoztak a munkatársak éjjel-nappal, mert nagyon nehéz volt összerakni, hogy aztán elolvassák, nem olvassák-e, elmélyednek-e benne, azt nem tudom, de hogyha ő semmire nincs felhatalmazva, akkor miért hívnak minket oda? Tehát én nem akarom bántani, és nem akarok prejudikálni, november 2-án fogunk menni, szakemberekkel természetesen, és el fogjuk mondani azt, hogy gyakorlatilag elmentünk a falig, és nem tudunk, még a december 31-es bizonytalan, de jövő április 15-ig nem tudjuk a jelenlegi büdzséből kigazdálkodni a többletköltségeket. Amit a polgármester is elmondott, azt mutatja, hogy ahogy a népnyelv mondja, a kormány a lovak közé dobta a gyeplőt. Tehát ha lehet 480 forintos benzinár, akkor a paksi atomerőmű árát is meg lehet határozni 12 forintban, mint ahogy a hazai kitermelésű földgáz egy része is 30 forintos hatósági áron kerülhet forgalomba. Tehát a legrosszabb megoldás az, ami most történik. Egy a polgármester úr által is említett példa, vagy bármilyen piacszabályozó beavatkozás, az lényegesen jobb helyzetet teremtene annál, mint ami van. De hát a számok is, tehát az elhangzott 1600 forint, hát ha a legmagasabb tőzsdei árból indulok ki, a 300 eurós megawattóránként járból, akkor se tud kijönni az 1600 forint, legfeljebb a 27%-os áfával, de hát az áfát is számos európai ország csökkentette, Németország is 9%-ra, más országok is 5%-ra, pont azért, hogy az egyébként megdráguló energia ne legyen még drágább egy magasadó kulcs miatt. Ráadásul ugye nagyon sokan azon gondolkoznak valóban, amit itt ön is említett, hogy mire lehet számítani hosszú távon, mert lehet, hogy 1-2 hónapig talán ezek a megszorítások vagy spórolások megoldás hozhatnak, de nyilván mindenki arra kíváncsi, hogy hosszú távon mi lesz. Henneni Zsolt, a MOL vezére beszélt arról, hogy szerinte nem is ez a tél, hanem lehet, hogy majd a következő tél lesz a leghúzósabb. Jövőre, ha akarjuk, ha nem, hiányozni fog 35-40 milliárd köbméter földgáz Európából. És ez nem politikai kérdés. Tegnap Timmermans bizottság alelnöke jelezte is, hogy nem az idei tél lesz a probléma, hiszen idén még jött az orosz gáz. A jövő tél lesz a probléma, meg az azután következő év. Nem tudunk kapacitásokat teremteni. El kell szakadnunk attól a képzettől, hogy az energia olcsó. És ez az elszakadás az egy fájdalmas és viszonylag hosszú folyamat lesz. És ezt mindenki kivétel nélkül meg fogja érezni a maga bőrén. Nem kell azon nevetni, hogy egyes országok spórolnak. Nem kell azon nevetni, hogy takarékoskodnak. Nem kell azon nevetni, hogy hideg vízbe zuhanyozzunk. Ez a valóságban. A takarékosság nem bűn. A pazarlás a bűn. Na hát elég erőszak, és még egy dolgot hozzátett, azt mondta, hogy szerinte a megoldás kulcsa 3 dolog lesz. Magyarország számára az energiafogyasztás csökkentése, erősebb együttműködés a régión belül és a zöld átmenet gyorsítása, mert hogy szerinte így lehet majd hosszú távon kijönni ebből, de hogy most mi lesz ezen a télen meg a következő télen, és hogy valóban hidegvízbe fogunk ezt zuhanyozni, hát szerintem most mindenkit ez izgat a leginkább. Hát én inkább azt mondanám Hernádi Zsoltnak, aki ennek az orbáni politikának az egyik megvalósítója egyébként.
hiszen a MOL-nál éppen ezt csinálják, és az egyik maga a cég a legnagyobb haszonélvezője egyébként annak a politikának, amit Orbán Viktor Európában csinál. Az egy másik része a történetnek, hogy különadóval mindjárt el is vonják tőlük, de mindez idáig az elmúlt években, az évtizedben, igenis, a MOL volt az egyik legnagyobb haszonélvező. Tehát, és az a cég, amelyik bevallja, hogy egyébként nyáron csak azért nem volt üzemanyag hiány, mert tulajdonképpen szerencséjük volt, ezért én azt gondolom, hogy nekik inkább azon kellett volna gondolkodni, hogyan tudnak átállni, előre gondolkodni, és a hosszú távú gondolkodásért nem tettek semmit sem, ezért én őt felelősnek tartom. Egy picit, hát tegyük, tegyük már helyre, még akkor ehhez kapcsolódni ezt a 35-40 milliárd hiányzó köbmétert, hogy ezt próbáljuk megértelmezni, hogy ez mit is jelent, és erre akkor lehet továbbfűzni. Ez a hiány abból fakad, hogy korábban Oroszország 150 milliárd köbmétert szállított Európába, az idén az első 20 hétben szállította le a szokásos 2,5 milliárd köbmétert hetenként. Ugye, ha tartja a teljes embargót, vagyis fegyverként használja a gázszállítást Oroszország, akkor igaz ez a jövő évi becsült 30-40 milliárd hiány. De azt mondtam, hogy árnyalnám, azért az fontos tudni, hogy ugye a földgázszállító vállalata MOL egyik leányvállalata, és már 2009-ben benyújtotta az Európai Bizottsághoz azt a tervet, hogy a szlovák-magyar összeköttetést, a magyar-román összeköttetést és a magyar-horvát összeköttetést meg kell csinálni. Még 2009-ben megítélte az Európai Bizottság azokat a támogatásokat, amiből ezek a határkeresztező kapacitások megvalósultak, és ennek az a következménye vagy eredménye, hogy az elmúlt időben Horvátország felől folyamatosan napi 4 millió köbméter gáz jött, nagyon sokáig Romániából 4 millió köbméter, és tegnap csak nem annyi jött Szlovákia felől, mint amennyi a úgynevezett török áramlaton. Tehát azért a MOL-t én nem elmarasztanám, hanem inkább megdicsérném. De akkor hogy van az, és mer is mutatunk egy térképet arról, hogy hogy állnak az európai gáztározók, hogy milyen mértékű a feltöltöttségük, mert itt látják már is a nézők, remélem, hogy a számokat is lehet látni, de nagyjából ilyen 99-100%, 93% körül vannak. Ausztriában például 87%, a körülöttünk lévő országban is 90-90%, Magyarországé pedig 79%. Akkor ez hogy kell ezt értelmezni, ezeket a számokat? A tárolóknál fontos tudni, hogy nem minden országnak vannak azonos lehetőségei. Ehhez megfelelő földtani körülmények kellene. Magyarországon az előzmények okán jelentős tárolókapacitások jöttek létre, de ezek nem az ország ellátását szolgálják. Ez egy közcélú raktár, ahová a kereskedők tárolják be a gázt, így, és ugye onnan ugyanúgy forgalmaznak, mint a csővezetéken folyamatosan bejövő gázból. Tehát amikor például két magyar kereskedő eladott Szerbiába 500 millió köbméter gázt, és itt van a tárolókban, az nem a magyar gáz eladása Szerbiának, hanem kereskedők egymás közötti ügyletei. Tehát ugye a tárolókban lévő gáz nem csak Magyarországon, hanem Ausztriában is, a kereskedő gáza, és ők a piaci viszonyok és lehetőségek alapján értékesítik. Van persze kivétel, nevezetesen Magyarországon a stratégiai biztonsági készlet, meg a lakosságot ellátó nagykereskedőnek van egy kötelező tárolási mennyiség előírva, de a többi bárki él. Ha lefordítom ezt mondjuk a fogyasztók szintjére, akkor mindenki azt kérdezi, hogy lesz elég gáz most télen, vagy akár jövő télen, ez a fő kérdés sokak számára. Ha Európában van elég gáz, akkor Magyarországon is, ha Európában nincs elég gáz, akkor Magyarországon sem, de azt tudjuk, hogy lesz Európában elegendő gáz, hideg vízre talán nem kell tusolni, de szükség van a 15%-os energiamegtakarításra, szükség van arra, hogy hát ha lehet, mindenki 1-2 fokkal vegye vissza a fűtést, és akkor ez a tél biztosan megúszható korlátozások, vagy legalábbis a lakosságot érintő korlátozások nélkül. Már nem feltétlenül az önkormányzatok részéről, ugye erről már beszéltünk, és akkor folytassuk a gazdasággal, a gazdasági kilátásokkal, mert ez volt az egyik hát értelmezés, amit Hánás Zsoltól hallottunk, de ugyanezen a konferencián Varga Mihály és Parag László is elmondta a véleményét arról, hogy mi várható a magyar gazdaságban a következő időszakban. A legnehezebb évünk várhatóan jövő esztendőben lesz,
de jó esély van rá, hogy a recessziót számos európai országgal ellentétben Magyarország el tudja kerülni. Varga Mihály a 2010-es kormányváltás idején látott gazdasági nehézségekhez hasonlította a jelenlegi helyzetet, amit ugyan bonyolít a háború, de szerinte a magyar gazdaság középtávú kilátásai jobbak, mint ahogy azt a háború fizikai közelsége miatt gondolnánk. Éves szinten jövőre 1% körüli növekedésre számítunk, 2023-24 során pedig fokozatosan visszatérhetünk a korábbi 4% körüli egyensúlyi növekedési pályára. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke reméli, hogy elkerülhető a recesszió, de úgy véli, az energiaárak felhajtották az inflációt, folyófizetési mérleghiányt okoztak és meggyengítették a forintot. Parag László hozzátette, 4 hónapon belül Európában a magyar vállalkozások tudják majd magukat a legdrágábban finanszírozni. A gazdaságpolitikának szerinte el kell dönteni, hogy növekedéspárti vagy infláció ellenes. Na, sok kérdés elhangzott is, úgyhogy ezért is odafordulok. A fő kérdés nyilván ez is sokakat érint, hogy elkerülhető a recesszió, nem kerülhető el, mert ugye itt Varga Mihály ezzel kapcsolatban azt mondta, hogy úgy látja, hogy elkerülhető. Hát ugye azzal, hogy Varga Mihály azt mondja, hogy gyakorlatilag 1%-os növekedésre számol a jövő évben, az azt mondja, hogy nem kerülhető elő recesszió, és ilyen szempontból azt hiszem, hogy azzal a dilemmával kell nekik szembenézni, hogy az igen magas inflációval szemben küzdenek, vagy pedig önmagában a gazdasági növekedést akarják segíteni. Ez a kettő egyszerre nem fog menni. Mivel a Magyar Nemzeti Bank láthatóan elvesztette a kontrollt az infláció befolyás felett. Gyakorlatilag bármilyen kamatot emel, most már ugye a csillagos égben van a kamat, és sokan mondják, hogy ezzel gyakorlatilag befagyott a hitelezési piac, a vállalkozások nem tudnak, nem is akarnak hitelt felvenni ilyen szempontból. Tehát ez a része megállt. Ennek a másik megoldása, én úgy látom, az Orbán kormány döntött a megszorítások mellett, és lényegében a recesszió felé haladást azt tudomásul vette, és ez lesz a következménye, ezért lesz a következő év nagyon nehéz. Az önkormányzatok ebből a szempontból mit éreznek? Most akár a hitelezés vonatkozásában itt már lecsapódott ez is az önkormányzatoknál is, gondolom. Persze, a bevételeink egy része az iparüzési adó. Ha a gazdaság visszaesik, akkor az iparüzési adó csökken. Ez szerintem a következő időszakban ezek alapján is várható. Ez azt jelenti, hogy mind a mellett, hogy növekednek extra módon a kiadásaink, a másik oldalon a bevételeink csökkenek. Sőt, ma reggel azt olvastam, vagy valaki elmondta, már beszélt erről, hogy újra meg kéne felezni a 4 milliárd árbevétel alatti vállalkozásoknak a iparüzési adóját. Ez összességében egy 150 milliárd forint, ez egy brutális összeg, és minden települést különféle módon érint. Ha azt veszem, hogy Székesfehérvár polgármestere, ahol a legnagyobb az egyfőre eső iparüzési adó, már folyamatosan megnyilvánul ebben a kérdésben, az előbb láttuk Debrecen polgármesterét, ott is rendesen van iparüzési adóbevétel, vagy Győr polgármesterük, mind fideszesek, nagyon keményen megnyilvánulnak ezekbe a kérdésekbe, akkor nem mondható az, hogy ez egy ellenzéki, vagy valami politikai megközelítés. Egész egyszerűen a települések finanszírozhatósága kerül válságba 2023-ba, és ugye egy 5,5%-os inflációs költségvetés van még érvényben, ahol ugye azt tervezte a kormány, tavaly júniusban fogadták el a 23-as költségvetés, hogy 5,5% lesz az infláció. Hát ez az infláció a legjobb esetben is 13-15 között van, de azért vannak bizonyos területek, mint például az élelmiszer, ami 30%-os inflációval számol ebben az esztendőben. Ezek egyszerűen, mint a hullám csapnak össze a települések fején. Egyébként, ha már az élelmiszert említette, akkor folytassuk is innen, mert nyilván mindenki tapasztalja, hogyha bemegy az üzletbe és vásárol, akkor egyre drágább minden. Hát úgy tűnik, hogy ez a tendencia tényleg csak folytatódik. Egyre többen nézik meg kétszer is, hogy mit vesznek meg a boltokban. Ugyanis az élelmiszer árak továbbra is vágtató ütemben emelkednek. A KSH szerint 35%-os az élelmiszer infláció. Nem minőségű árut veszek, olcsóbb mosószert, öblítőt, olcsóbb ketchupöt, mindenből. Minőségileg kicsit rosszabbat. Kevesebbet vásárolok mindenből, próbálok úgy spórolni, de úgy nem megyek lejjebb a színvonallal használ. Közben stávunk is bevásárlókocsit ragadt.
hogy utána járjunk, mennyivel nőtt az alapvető élelmiszerek ára. Egy hónappal ezelőtt 5717 forintot fizettünk csak azért, hogy beszerezzük az alapvető élelmiszereket. Most visszatértünk és arra vagyunk kíváncsiak, hogy most mennyit kell fizetni azért, hogyha ugyanazokat a termékeket szeretnénk megvenni. Percek alatt már a kasszánál is voltunk, ahol végül 6422 forintot hagytunk, vagyis 11%-kal fizettünk többet, mint egy hónapja. A kosarunkba került termékek közül többnek is drasztikusan megnőtt az ára. A kilós barna kenyér 43, a 10 darabos étkezési tojás 30, a 200 g-os csigatiszta pedig 24%-kal került többe, mint egy hónapja. A paradicsom kilója pedig megduplázódott. Várható-e, hogy a monetáris politika részéről valahogy esetleg csökkenteni tudják az infláció mértékének a növekedését, vagy ahogy ön is az előbb említette, ezt elengedték, és akkor ez még magasabb lesz a következő időszakban is? Mert ugye itt egy hónapról volt szó, ami 11%-os növekedés hozott. Én úgy látom, hogy gyakorlatilag elengedték. Arra kell számolni, hogy az infláció növekedni fog még a tovább is, és az a megélhetési válság, amit Orbán Viktor okozott, ezért én két dolgot tartok biztosnak igazából, az egyik azt, hogy ezt ő okozta, ezt a megélhetési válságot, és azt is, hogy ezt nem ő fogja helyreállítani. Éppen ezért kell egyébként nekünk abban gondolkodni, hogy igenis ehhez képest alternatívát kell mutatni. Az árnyékkormánynak ezért voltak javaslatai, nem csak gázárügyben, hanem éppen a lakosság az önkormányzatok megsegítése ügyében, mert nyilvánvaló, hogy Magyarországon nálunk legnagyobb az infláció, itt gyengült a saját fizetőeszközünk, a forint a legjobban, és a devizatartalékok kimerülése miatt nagyon kicsi az a mozgástér, amit ez a gazdaságpolitika eredményezett. Én tudom, hogy a kormány nagyon nehéz helyzetben van, de ebbe a helyzetbe önmaga vezérelte magát. Éppen ezért ezen a helyzeten biztos, hogy változtatni kell. Hogy? Igen. A válságot kezelni mindig sokkal nehezebb, mint megelőzni. Ez nem magától alakult ki. Ha csak az energia, a megugró energiárakra gondolunk, 2009, nem csak most Hernádi Zsolt, hanem 2009-ben maga a Fidesz programja tartalmazta, hogy vége az olcsó energia korszakának. Mégsem hajtották végre az általuk elfogadott 2011-es energiahatékonysági cselekvési tervet. Ma a GDP növekedés majdnem teljes egésze elmegy külföldre azzal, hogy nagy, jelentősen romlik a cserearány. Tehát ez egy a mai helyzet sok tekintetben következménye annak a politikának, aminek másik eleme volt, hogy a forint, hogy úgymond a Magyar Nemzeti Banknak nem volt árfolyam célja, és ma már elvesztette a hitelességét mind a Nemzeti Bank, mind a kormány azon kijelentések után, hogy mondjuk Magyarország csak Oroszországból tud kőolajat beszerezni, mert nincs másik vezetékünk. Tehát a szavahihetőség az egy fontos dolog, különösen válsághelyzetben. Lenne ön szerint mondjuk a legfontosabb és legsürgősebb intézkedés most ebben a helyzetben, mondjuk akár az önkormányzatok, vagy akár a lakosság, vagy akár a gazdaság vonatkozásában? Hát ami itt ma szóba került, a bizonytalanság csökkentése már sokat segítene. Tehát ha a kormány mondjuk azt alkalmazná az önkormányzatok felé az energiaárazásban, amit Spanyolországban alkalmaznak a villamosenergia ár esetében, vagy ugye bele is került a tanácsi következtetések közé, hogy európai szinten alkalmazni fogják, hogy egy meghatározott áron kaphatják, vagy adhatják csak a kereskedők egy bizonyos körnek az energiát, és majd elrendezi a kormány a piaci ár és a meghatározott ár közötti különbséget. Tehát ha lehetne kalkulálni, ha egy vendéglő is tudná, hogy jó, nagyon drága lesz a gáz, 400 forint, de akkor tudja, hogy azzal kalkulálhat. Azzal, hogy hol 1600 forintos, hol 1200 forintos árat kap, azzal nem lehet kalkulálni, nem beszélve arról, hogy hát olyan terheket raknak az önkormányzatokra is. Ugye Paksi ára nem csak 12 forint, hanem ráadásul éjszaka, idézőjelbe téve, sok felesleg van, pont ami a közvilágításra kéne. De nem akarom a kormány helyett megoldani ezt a válsághelyzetet.
Hát semmiféleképpen nem az a megoldás, ami most folyik, hogy hatalmas plakátokon ilyen bomba van rajzolva, és akkor szidják Brüsszelt és a szankciókat, amit 8-szor megszavaztak, és semmiféleképpen nem az, hogy szétküldjük a levelet 1,5 milliárdért, hogy megkérdezzük az embereket, hogy mondják nekünk ugyanazt el, amit mi elmondtunk a médiumokban, és bemostunk a fejükben, hanem inkább az, hogy üljünk le és tárgyaljunk és működjünk együtt ebben a kérdésben, és reálisan érzékeljük azokat a problémákat, ami a terepen van. Én ott élek, én járok vásárolni, most is voltam egyébként, mielőtt idejöttem, és szembesültem ugyanezekkel a tényekkel. Tehát azért egyrészt van információ, másrészt az embereket nem félelemmel kell riogatni, hanem megnyugtatni kellene. És a településeket megnyugtatni, és a cégeket megnyugtatni. Azzal például, hogy az éjszakai világítás, ez egy lehetőség, miért nem élnek vele? Ami olcsón termeli meg nyilván a paksi atomerőbe áramot, és akkor a felhasználás gyakorlatilag jóval kisebb, mint nappal, hogy azzal tudnánk világítani mondjuk azon az áron. Már ez egy óriási dolog lenne. Vagy az, hogy azt mondják, hogy ennyi a limit, ennél ezért tudod megvenni a gázt. De amikor pénteken bejelentik éjfélkor egy kormányrendeletben, hogy a távfő szombat reggeltől, október 1-től nálunk 15-16-szorosa lesz, akkor az sokkoló. Tehát ez nem együttműködés. Együtt kéne működni, mi mindenben együttműködnénk, és nagyon sok mindenben lehet, hogy tudnánk segíteni is. Abban igen, hogy helyben ezeket a takarékossági intézkedéseket meghoztuk, vagy folyamatban van a meghozása, de ez nem elegendő, ennél sokkal többről van szó, a biztonságról, a nyugalomról, és arról, hogy hogyan lehet túlélni ezt a helyzetet. Az általános együttműködés képtelenséget és bizonytalanságot, amelyre a kollégáim is utaltak, én azt gondolom, hogy még megelőzi az a bizalmatlanság, ami a magyar kormánnyal szemben kialakult. A politikája és cselekvése, amit csináltak, az nagyon egyedülivé tette Európában is, és a világban is. Éppen ezért azt gondolom, hogy a Demokratikus Koalíció árnyék kormányától elsősorban európai megoldást várhatunk, és a kérdésére az a válaszom, hogy igenis, európai megoldást kell csinálni, és ott együttműködő partnerként kell fellépni. A másik oldalról pedig látjuk, hogy az az ár, amiben a Fidesz kormányzása nekünk kerül, az túlságosan sok. Éppen ezért az európai együttműködés során lehetőségünk van arra, hogy az ottani forrásokat igénybe vegyük, azokkal el lehet indulni, de sajnos ma már azt kell, hogy mondjam, hogy az már kevés ennek a bajnak a helyreállítására, amit okozhat. Jó is, hogy említette ezt a részét, mert beszéljünk egy picit a politikai vonatkozásokról is, hogy ez hogyan csapódnak le ezek az intézkedések a társadalomra, mert hogy készült két közvéleménykutatás is, az egyiket a Nézőpont Intézet készítette, a másikat pedig az IDEA Intézet. Friss számok, kicsit ellentmondásban vannak az adatok, de érdemes megnézni a részleteket. Lassan, de biztosan csökken a Fidesz támogatottsága, a DK pedig szintén lassan, de növekszik. Ez derül ki az IDEA Intézet friss felméréséből. A teljes népességen belül szeptemberhez képest 2 százalékpontot rontott a kormánypárt, és jelenleg 30%-on áll. Érdekesség, hogy 2022. júliusa óta sorozatban negyedszer veszít támogatói közül a Fidesz. A biztos pártválasztók körében azonban megállt a kormánypárt zsugorodása. Ebben a körben 51%-on áll. Közben a Demokratikus Koalíció tábora lassan növekedésnek indult. A teljes népességen belül 12%-on állnak, a biztos pártválasztók között pedig elérték a 20%-ot. Ezzel szemben a Nézőpont Intézet friss kutatásából az látszik, az elmúlt csaknem 2 hónapban a Fidesz támogatottságának csökkenése megállt, valamint hogy az aktív magyarok 52%-a szavazna a Fideszre egy most esedékes választáson. A Nézőpont szerint is a biztos pártválasztó körében a DK tudott erősödni. Az IDEA 20%-os mérésével ellentétben csupán 9%-pontra mérték a támogatottságukat. Induljunk ki abból, ami egy picit mind a két kutatásban talán megegyezik. Az egyik az, hogy ugye a Nézőpont Intézet továbbra is 52%-on méri a Fidesz, ugye annak ellenére is, amit itt az előbb végigbeszéltünk, hogy nyilván mindenkit, szinte mindenkit érint most ez a gazdasági helyzet, az önkormányzatokat, a társadalom szinte minden részét. A másik része pedig az IDEA Intézetnél, hogy ugye a biztos szavazóknál megállt a Fidesz támogatottságának a csökkenése. Mi lehet ennek az oka, és hogyan látják ezeket a mozgásokat?
Megint egy picit az emberek fejével gondolkodva, szerintem ma biztonságot próbál, félelmet és biztonságot próbál, stabilitást próbál üzenni a Fidesz kommunikáció, ami persze nem így van, de én tudlak megvédeni titeket. Féljetek, mert ott van a bombás plakát, meg a nem tudom micsoda, és egyébként én majd megvédelek titeket, mert én kiharcolom Brüsszelbe a magyar érdekeket. Tele van hazugsággal a kommunikáció, a Fidesz kommunikáció, viszont hihetetlen nagy felületen és hihetetlen nagy energiával tolják ki. Hát mondom még egyszer, ez a nemzeti konzultációs kérdőív, ez gyakorlatilag arról szól, hogy a tanár elmondja a leckét, majd számon kéri a diákoktól a nemzeti konzultáció keretein belül, és lám-lám, jól megtanultátok a leckét, most már akkor az a százalék megvan, aki minket támogat. Ez egy nagyon nehezen feloldható történet. A másik igenis, és ezt nyilván lehet, hogy kritika is egy kicsit, de hát nyilván én most nem vagyok a napi politikában már régen benne, hogy azért mégiscsak kellene valami egészen új a politikában, ami ezt a biztonságot sugározza a magyar állampolgárok részére, és azt mondja, hogy oké, rendben van, akkor én most váltok, és oda tudok menni. Amint az ellenzék részéről. Az ellenzék részéről valami olyasmi, nem tudom megmondani mi, nem foglalkozom vele nyilván, mindenki dolgozik ezen, és ez most nem bántás, de nincs meg az az alternatíva, ami alapján azt mondhatják az emberek, hogy oké, rendben van, ez most már elég, tudom, hogy hazudnak, de mégis ott van a biztonság, hogy én ezt a biztonságot szeretném megteremteni magamnak egy másik politikai erővel, aki megvéd engem. Mondjuk a DK esetében ugye mind a két kutatás azt mutatta, hogy lassan, de biztosan növekszik például a DK-nak a támogatottsága. Mégis ugyanakkor mondom a számokat visszanézem, mondjuk az 52%-os Fidesz támogatottság és mondjuk a DK támogatottsága között még mindig óriási a különbség. Még óriási a különbség, de éppen azon dolgozunk, hogy ez ne így legyen. Én fontosnak tartom ezt a megállapítást, hogy igen, mind a kettőből úgy látszik, hogy növekszik, de az igazi kérdés az, amire polgármester úr utalt, hogy az emberek számára sikerül-e olyan helyzetet bemutatni, teremteni, amiben valóban reményt látnak abban, hogy ez a helyzet meg tud változni. És ennek a reménynek a bemutatására is egy valóságos alternatív, hogy ezt lehet másként csinálni, ennek a valóságos alternatívának a bemutatására törekszik a demokratikus koalíció. Bízom benne, hogy egy picit ez hozzájárul az árnyékkormány politikájának bevezetésével, indításával. Hozzájárul ahhoz, hogy egy kicsit érezzék ezt az emberek, és ilyen módon ez a helyzet előálljon. Dolgozunk ezen, remélem, hogy sikerül. Ugye sokak számára az a kérdés, hogy ez most valóban mennyire úgymond magas labda az ellenzék számára. Botka László Szeged polgármesterével készült egy interjú, a HVG-ben jelent meg ez az interjú, és ő is beszélt egy picit erről, hogy ez a helyzet most mennyire jelenthet lehetőséget az ellenzék számára, vagy sem. Egész konkrétan úgy fogalmazott Botka László, hogy baj van bőven, óriási élelmiszerár emelkedés, brutális infláció, a családok most kapják készhez az első igazán magas rezsiszámlát. Ennél magasabb labda egy ellenzék számára nem létezhet, ahogy az is biztos, hogy ennél aktuálisabb soha nem volt egy újraelosztásra, a középosztály védelmére építő szociáldemokrata program. Szóval egy picit nem is, hogy kinek dobjam a labdát ebből a szempontból, hogy mennyire magas labda ez most az ellenzék számára. Nem olyan magas labda, látszatra így néz ki. Elég, ha csak arra utalunk, hogy Magyarországon halt meg 1 millió lakosra vetítve majdnem a legtöbb ember a világon. Hogy 300 milliárd forintot költöttünk többet, mint a Nemzeti Atlétikai Stadionra, lélegeztetőgépekre, hogy többszörös AstraZeneca árának 10-szeresért vásároltunk kínai vakcinát, mégis az emberek többségének az a véleménye, hogy a kormány jól kezelte a Covid-járványt. Na most én megnéztem egyszer egy Szijjártó Péter gázügyekben tett nyilatkozatát, 57 médiumban jelent meg ugyanaz a cím és ugyanaz a headline. Elég nehéz az ellenzéknek nem ennyibe, hanem a töredéki bejuttatni az üzeneteit a választópolgárokhoz. És ez felmentheti mondjuk az ellenzéket ebben a helyzetben? Mert hogy azért ezt ő is felsorolja már, mint Botka László, hogy tényleg most azért elég gazdaságilag mindenképpen húzós a helyzet. Élelmiszer emelkedés, infláció, hát hagyni soroljam, ez erről beszélgettünk itt tulajdonképpen az egész adásban. Orbán Viktor jobboldali politikája elvezetett oda, hogy megélhetési válság van Magyarországon. Én abban nagyon egyetértek, hogy igen, itt egy baloldali politikára van szükség, amely megfordítja és az embereknek lehetőséget biztosít
erősít arra, hogy jövőt és reményt lássanak maguk előtt. Az ellenzéknek közös felelőssége az, hogy ezt megteremtse, és mondhatom, a Demokratikus Koalíció ezen dolgozik. Egyébként én azt gondolom, hogy szociáldemokrata politika is nagyon jó programmal, egy kereszténydemokrata is, ha lenne kereszténydemokrata, Néppárt Magyarországon már is legalábbis igazi, és nem egy fiók szervezete lenne a Fidesznek, ott lehetne egy nagyon komoly, széles szavazó tábort, mert ez a centrum közepén van, ezzel a programmal megnyerni. De továbbra is azt mondom, hogy kellene karizmatikus politikusok, új arcok is, akik ezt hitelesen tudják közvetíteni az emberek számára, mert a félelem a legborzasztóbb. Félek, kirúgtak 5 pedagógust. Gyakorlatilag, hát, és tüntetnek az emberek, tüntetnek a hála Istennek, most már felszólalnak, de ki véri meg őket? Hogy lesz neki egzisztenciája? Hogy lesz a gyerekeknek oktatása? Hogy lesz az egészségügy biztonságban? Tehát ezeket kell jól összerakni ahhoz, hogy el tudjon indulni ez a politikai pólus, a másik oldalon, egy ellenzéki pólus, és nyilván, ha erősödne, és nyilván, ha oda tudna érni a kormányzati pozícióhoz, akkor sokkal jobb lenne az együttműködése az Európai Unióval, ahonnan azért a források az elmúlt több mint 10 évben érkeztek, vagy 15 évben, és a jövőben is azt szeretné a Fidesz is elérni, hogy odaadják. Csak hát nagyon sok kérdés elhangzott, nagyon sok fontos kérdés. Igen. Szerintem innen fogjuk folytatni, ígérem önöknek. Köszönöm szépen, hogy itt voltak és elmondták a véleményüket. Önöknek pedig köszönöm szépen a figyelmet. Már a véget ért a műsor, de természetesen hétfőn újra lesz mai téma. Szokásos időben 3-4-9-kor én várom majd önöket. Szép hétvégét, jó pihenés, viszontlátásra!